Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, péntek 13-a van, Önök a Weekendet látják, annak is a második részét, aki volt olyan szerencsés, hogy az adásunkat már az első pillanatoktól kezdve követi, az megtudhatta, hogy mi is tulajdonképpen a péntek 13 hagyományának az etnográfiai története, aztán az Artéz is, ez zenekart is hallotta, és Szabó Zsoltár is megismerkedhetett, aki a Mr. & Mrs. üzlet tulajdonosa, és a legújabb cipőtrendekről kezdtünk beszélgetni, annak is gyakorlatilag a lélektani oldaláról. Most viszont akkor csapjunk bele a részletekbe, hiszen nagyon szép dolgokat hoztál, gyönyörű színeket, kollekciókat. Mit kell tudni akkor erről az esztendőről? Mi lesz a menő? A 18-as trend az szerintem élesen nem különül a 17-estől, inkább annak a folytatása. Ott ismerhettük meg a tavalyi kollekcióba az olyan színeket, mint az arany, a rozé, a púdelszín, és ezek inkább idén kikristályosodnak, és a túldíszítettség, mint olyan, fog majd dominálni ebbe az évbe. Ezeket a színeket, amik a tavalyi kollekcióban nagyon jól működtek, azok most még egy kis plusszal tudnak majd a vevőknek szolgálni, mert kerültek rá strasszkövek, szegecsek, a fűző, hagyományos fűzőt kicserélték szaténfűzőre, és kombinálták a színeket bátran. Ez ugye itt gyakorlatilag a női cipőket hozta, de a férfiak cipői mennyire lettek izgalmasabbak mondjuk ettől a csillogás? Tehát ez a fajta csillogás visszaköszön a férfi trendeknél is? Azért az uraknál ennyire nem merész a kollekció, viszont azt láthatjuk, hogy a színekkel ott is bátrabban játszanak a gyártók. Az idei szezonban a piros az, amit úgy láttunk, hogy talán nagyobb teret nyert az uraknál is, mint korábban. Tehát több a piros fazon, a pirosnak árnyalatai, a pirosat bátran merik hordani most már mindenféle kollekcióhoz, főleg a sportos vonalon. Az alkalmi kollekció az nem újul meg annyira, ott nincs ekkora innováció, ott inkább azt látjuk, hogy a kényelem és a használhatóság az, amiben vannak majd innovatív dolgok, például az, hogy egy rezgéscsapító technológia van az alkalmi cipőkben, ami már olyan kényelmessé tesz egy elegáns cipőt is, mint egy sportos. Azért rengeteg ember az üzleti életben egy napi 8 órában hordja az elegáns cipőjét, és elvárja tőle, hogy kényelmes legyen. Ezért komforttal betétet kap, rezgéscsillapítót kap olyan kis apróságokat a gyártóktól, ami segíti neki azt, hogy kényelmesebben tudja viselni ezt a cipőt. Igen, ugye most hát tavasz van, és nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani. Két hete még tényleg a csizmáinkban jártunk, de most ezek elsősorban zárt cipők, ugye, amelyeket egy forró nyári estén is bátran hordhatnak, tehát nem lesz vége itt ezeknek a cipőknek tulajdonképpen pár hét múlva, hanem akár kora ősszel és nyáron is viselhetők. Valamit már lehet tudni esetleg a nyári cipőkről is? Azoknál is ugyanezek a színek dominálnak majd? A nyári trendeket azért még annyira nem láttuk, hogy mik lesznek. Én azt gondolom, hogy a színek, illetve ezek a túldíszítettségeket, ezeket meg fogja őrizni majd a szandálokra, és majd ezeket tovább fogják vinni a gyártók. Annyit lehet tudni, hogy talán az egyik modell, ami ilyen perforált, és ugye gyakorlatilag beengedi a levegőt, az akár már nyáron is. Ez egy tökéletes nyári szethez fel tudna venni bármilyen hölgy. Azt szokták mondani, hogy ugye a divat az évekkel ezelőtt már megszületik a divatot kitaláló asztalán, mondjuk a színek, a mintázatok, ez a cipőknél is elmondható? Tehát ezek a színeket esetleg már megálmodták jó néhány év ezelőtt? Az a tendencia, hogy ez az 50-es, 60-as és a 90-es évek divatja az, ami most mondjuk visszatér. Nagy újdonságokat fazonban nem tudnak, pláne azért, mert a klasszikus fazonok az, ami a legkedveltebb. De alapvetően mindig próbálnak egy pici pluszt azért hozzátenni a gyártók, a divattervezők, kreatívak, igyekeznek újabbnál újabb dolgokat kínálni a vásárlóknak. Szerintem minden kollekcióban van valami egyediség, meg van valami olyan, ami klasszikus. Oké. Zsolt, neked milyen a kedvenc cipőd, amit te nagyon szeretsz? Én szeretem nagyon a mokaszint nyáron, illetve
illetve hogyha nagyon elegáns a kollekció, akkor viszont egy ilyen klasszikus Oxford fazonú cipőt, bőrcipőt. És még egy kérdés, tudom, hogy kifutottunk az időben, tavaly olvastam, hogy a New Yorki divat héten bemutatták, hogy a szandál és az okni az nagyon menő. Megcáfolod? Vagy szerinted Magyarországon van ennek követője az óvodásokon kívül? Mutattak már vad dolgokat szerintem New Yorki divat tervezők is, én nem hiszem, hogy minden adoptálható lenne. Na hát köszönjük szépen, akkor majd, hogyha nyári trendekről is be tudtok számolni, akkor várunk titeket szeretettel. Kedves nézők, mi pedig a Krúdi Festről beszélgetünk hamarosan vendégeinkkel. Thank you.
Szóval a Krúdi Fest, mégpedig a szombati napon, ilyenkor a Krúdi Gyula környékén Nyíregyházán nem nagyon lehet leparkolni, és hát kiszűrődik, sőt, hát nagyon, nagyon hallatszik, hogy nagyon jó hangulat van benne a gimnázium egész területén. Hát, hogy ez így van, ezt vendégeink hamarosan elmondják. Ugye ez a hetedik, ez már egy ilyen szakrális szám, tehát biztosan nagyon készülnek a diákok is, tanárok is, és a szülők is. Mi hívta életre ezt a fesztivált 7 évvel ezelőtt, vagy kinek volt az ötlete, hogy megrendezzétek? A Krúdi Gimnáziumnak 2 alapítványa is van, az egyik egy sportalapítvány. És az alapítvány a saját mozgásterét szerette volna egy kicsit növelni, és úgy gondolkozott, hogy az iskola az legyen egy kicsit sportiskola is, és hogy a gyerekek jól érezzék magukat. És egy olyan rendezvényt próbáltunk kitalálni, ami mindkét szempontnak megfelel. Szülők is, gyerekek is, tanárok is, az egész intézmény jól érezheti magát, és ebből addig-addig ötletelt a kuratórium, mert gyakorlatilag van 5-6 olyan ember, aki végzi ezt a munkát, amíg ez lett belőle. A programok folyamatosan bővültek, tehát elindultunk valahonnan, és aztán mindig találunk még hozzá valamit, szeretnénk egy kicsit mindig hozzátenni pluszt a rendezvényhez. Ugye a Krúdi Gyula gimnáziumra is jellemző, hogy az, aki egykor oda járt, és ma már mondjuk apuka, anyuka, az igyekszik a gyerekét is, hogyha jók a képességei, ugye akkor a gimnázium felé orientálni, tehát nagyon sokszor már itt több generáció együtt van ezen a napon, és mindenki sajátjának érzi ezt a rendezvényt. Mennyire próbáljátok úgy is szervezni, hogy tényleg a szülők is, akár régi krudisok, akár nem, magukénak érezzék az iskolát is? Ebből a szempontból sokkal jobban sikerült ez a rendezvény, mint gondoltuk. Azt gondoltuk, hogy kicsit nehéz lesz a szülőket becsalogatni, és hát most ott tartunk, hogy legalábbis a visszajelzések alapján olyan óriási a várakozás, hogy a szülők alig-alig várják. Igen, nekik is ez egy találkozóhely. Szerintem az is szerepet játszik, hogy ez a tavasz köszöntő gyakorlatilag. Eddig nem voltak még nagyon kerti partik, ez egy olyan megmozdulás, ahol egész nap kint lehet lenni, és igen, azok, főleg azok a szülők mozgatják, akiknek a gyerekei, vagy akik szintén odajártak, és fontos számukra, hogy a gyerekük is odajárt, több generáción keresztül krúdisok voltak, és ez egyfajta hát hitvallásá vált számukra. Amúgy azt gondolom, hogy azért ebben van különbség, hogy valaki 8. osztály után kerül a középiskolába, vagy már a 6. osztályos gimnáziumba kezd el tanulni, mert nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy már ugye a gimnazista gyerekemet nem kísérem be az iskolába, nem találkozom nap mint nap a szülőkkel, és sokszor talán nem alakulnak ki olyan jó kapcsolatok. Mitől függ ez, hogy melyik osztályban jó a szülők közötti összetartás, és melyik az, ahol nem annyira? Van erre valami recept, vagy hogy látjátok, mi a titka, hogy valahol jó az osztályközösség, és a szülői közösség is? Én 6. osztályos gimnáziumba járok, és sokkal összetartóbb a csapat. Nyilván sokat számít ez a 2 év, főleg, hogy mikor még oda kerülünk, hát még kicsik gyerekek voltatok, vagyunk. Igen, akkor még kísérgetni kellett. És hál' Istennek olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy mióta oda járok, minden évben van Krúdi Fest, és ez nem csak az iskolának jó, hanem alapvetően a családoknak is, hiszen a kicsik is ugyanúgy részt vehetnek mindenféle programban, tehát a testvéreket is ugyanúgy be lehet nevezni. Szóval igen, sokat számít. Dóra, te most hanyadikos vagy? Én végzős vagyok. Na hát akkor ez már nem az első évet, tehát nem első bálozó vagy. Hogy emlékszel vissza az elsőre? Akkor még azért nagyon új volt minden. Hát persze, még nem hogy a Krúdi Fest, hanem alapjáraton az iskola, főleg a sok nagy közé oda be csöppenni, de én úgy emlékszek vissza, hogy mindenki nagyon befogadó volt, és akár végzősökkel kerültünk össze néha egy-egy meccs alkalmával, akkor is teljesen igazságos volt a meccs, és nem volt különösebben érezhető az, hogy ők mennyivel idősebbek, szóval befogadóak voltak. Gondolom, hogy akkor ezt a mentalitást, ezt megőriztétek, és most ezt érzik majd az alattatok levők is. Már hogy évfolyamban, milyen lesz a szombati, a holnapi nap, a programokról meséljetek? Én mondanám, talán több információ van erről. 3 fő fronton zajlanak az események. Az egyik, a szülők főznek. Gyerekek és szülők is elsőben. Ez egy főzőverseny, a kóstoló jegyeket árasítanak, és amelyik osztály a legtöbb jegyet tud felmutatni, az kap nyereményt. Másik része a programsorozatnak sport. Hát foci, kosárlabda, sakk, pingpong, most már tájfutás is, sorverseny. Tájfutás, nem mondod, igen. És az hol? Ott a környéken? Igen, környéken van egy olyan apukát sikerült szereznünk, aki ilyesmivel foglalkozik, és felajánlott, hogy nagyon szívesen, rendesen, komputerre,
fel, tehát ilyen digitálisan méri, hely meghatározása, tehát teljesen profin. Tehát senki nem fog eltévedni, nyugi. Igen, remélhetőleg, hogy nem. Szóval sok-sok sportág van, és a gyerekek ebben részt vesznek. Itt is az a lényeg, hogy minél több sportágban, minél több gyerek vegyen részt, ezért is pontokat kapnak, és ezen is lehet eredményeket elérni. És a harmadik rész pedig az egész nap közben pedig van egy színpad, ahol folyamatosan fellépők lesznek. Zene, tánc, zumbától kezdve, indiai tánc, karaoke, tehát sokféle ez program. Itt a krúdis diákok táncolnak, énekelnek és is, illetve vannak olyan külsős fellépőink, akik minden évben megtisztelnek minket, és én azt gondolom várják is, hogy hívjuk őket, mert egy egész nagy közönség előtt mutathatják meg magukat. Én úgy szoktuk számolni, hogy kb. 1000 ember vagy 1000 ember fölötti az a létszám, aki ilyenkor mondjuk megmozdul az iskola udvarán. Ezen kívül különböző játékokat szervezünk. Falmászás lehet például, élőcsocsó, szumó, tehát több mindent igyekszünk, hogy benn maradjanak a gyerekek, még a szülők is a iskola területén, és ne akarjanak feltétlenül elmenni. Tehát akkor is legyen programjuk, amikor éppen nem ők vannak a pályán. És tényleg egy kulináris öröm, mert ott mindenféle finom sütemények, fagylaltok és a mi szemszájnak ingere megtalálható. Én azt gondolom, hogy akár olyanok is ellátogathatnak, akik nem járnak oda, de kíváncsiak arra, hogy az iskolában egyáltalán milyen diákok, milyen tanárok és milyen hangulat folyik nyugodtan, akár egy szombati programnak is be lehet kukkantani, ugye? Tehát nem zárjátok be az ajtókat. Szeretettel valaki... várom mindenkit, és örömmel tapasztaljuk, egyre többen jönnek, más iskolából is nagyon sokan, de hát a környékbeliek, akik hallják a zenebonát és hallják a rendezvénynek az áját, meg érzik az illatot, azok igencsak bebe kóstolnak és bebe kukkantanak hozzánk. Sokan vagyunk szerencsére, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Hát köszönjük szépen, reméljük, hogy nagyon sokan lesznek, és ha már itt a kóstolásról beszéltünk, mi is most kóstolással folytatjuk, de olyan ételeket fogunk megkóstolni, amelyeket elsősorban azoknak ajánljuk, akik valamilyen táplálék allergiával küzdenek, de mégis szeretnének nagyon finomat tenni. Kedves nézők, a Pavlovi kutyához tudom magam hasonlítani, nyálelválasztásom már megindult, mert nagyon-nagyon finom illatok terjengenek itt a Weekend stúdiójában, Tóth Juditnak hála, aki táplálkozás és életmód tanácsadással foglalkozik, és ezen a hétvégén önök is megismerkedhetnek vele, Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban tart majd egy nagyszabású, hosszú, lélegzetű előadást, és gondolom, hogy ott aztán mindenről szó lesz. Judit, ugye azt kértük, hogy olyan ételeket hozz, amit nem kell sütni, főzni, mert sajnos még arra nem rendezkedtünk be, tehát ezek gyakorlatilag elkészültek otthon, és itt pedig összedobtad? Igen, itt állítottam össze őket, hiszen nagyon egyszerűen elkészíthetőek. Mindkettő tészta alap, útifőmakéjból készült, és növényi tejből, de akár víz hozzáadásával is el lehet készíteni ezeket a szendvicseket, hiszen nagyon gyakran az a probléma egy cukorbetegnél, hogy kevés szénhidrátot egyen, egy diétázónál ugyanez a fennállás, és hogyha valaki még ételallergiás is, akkor az csak tetézi a dolgokat. Tehát ez egy nagyon egyszerűen elkészíthető, 10 perc alatt megsüthető tésztalap, amit aztán miután natur íze van, nincsen íze, így aztán azzal kombinálod, amivel szeretnéd. Én egy sós és egy édes változatot is hoztam belőle. Na most itt nagyon szépen ugye föl van már, úgy néz ki, mint egy ilyen klasszikus fatörzs sütemény. Ez olyan állagú ez a tészta, amit ezek szerint útifűmagból készítettél, hogy lehet így formázni, és mint a piskótát, hogy nedvesen feltekerjük, vagy hogy van Nem. ez? Ezt, amikor összeállítjuk, az útifőmakhénak az az elsődleges tulajdonság, ami után ez egy rost, hogy nagyon gyorsan megszívja magát, és 30-szorosát képes a tömegének felvenni vízből, illetve bármilyen folyadékból. Viszonylag gyors mozdulatokkal kell dolgozni vele, elteríteni egy sütőpapíron és 10 perc alatt megsütni, azt követően pedig bármi készíthető belőle, akármi. Ezt gondolom, hogy majd az előadáson, aki ott lesz, annak elárulod a receptet, de hogyha mondasz nekünk egy oldalt, ahol az ételeid esetleg receptúra szerint is láthatóak, vagy pedig ahhoz személyes kontaktus kell, és azt javaslod, hogy a nézők így... Közösségi oldalon én nyilvánossá teszem az összes receptemet, közel olyan 450 receptem van jelenleg fent, és bárki hozzáférhet. Ha pedig segítségre van szüksége, akkor ezt menet közben megadom. Na most én akkor ezt itt le fogom tesztelni, és közben fölteszem a kérdést, ameddig én itt ezt itt be is nyomom gyorsan ezt a finom szeletet, hogy mennyire nagy a baj
most táplálkozás terén? Hiszen rengeteg allergiás van, szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, az én kisfiam 6 ételtípusra allergiás, tehát gyakorlatilag tudom, hogy most miről beszélünk, tehát lehet, hogy egy kicsit benne vagyok a témába, de nagyon sokan glutén, tej, és utána jönnek ugye a mindenféle paradicsom, szója, magyaró, narancs és banán, és szinte nincs olyan étel, amire már ne lennénk allergiások. Igen, ez így van. Sajnos a mai életformánknak az a következménye, káros következménye, hogy egyre inkább allergiássá válunk. A laktóz mint olyan már nem is annyira feltűnő, mert tulajdonképpen minden második ember laktózérzékeny, ami pedig nem árulok el vele titkot, hogy az nem egy nagy dolog, hiszen minden olyan ember, aki már nem emlős is és ember is, aki már nem vesz magához anyatejet, elfelejti az enzimtermelést, a szervezet, és onnantól kezdve nem kellene, hogy bontsuk a laktózt, de a modern táplálkozásunk ide vezetett, nagyon sokan vannak valamilyen allergiával a rendelkező ember, nagyon sokan igénylik a segítséget, és nekem az a célom minden egyes előadásommal és minden egyes segítségnyújtásommal, hogy érezzük azt, hogy attól, hogy allergiásak vagyunk, vagy attól, hogy valamilyen intoleranciánk van, nem kell lemondani semmilyen ételről, mert mindent el lehet készíteni, mindent. Nagyon-nagyon finom, ez egy epres, túrós, nagyon-nagyon finomság. Judit, említetted allergia és intolerancia. Mi a különbség a kettő között? Hogyha valaki allergiás, abban az esetben semmit, tehát keresztallergizálót sem vehet magához. Adott esetben egy tojásnál előfordulhat az is, hogy egy csirke húsra is allergiássá válik. Ha pedig csak érzékenysége van, akkor nem ehet akkora mennyiséget. És ezt a tünetekből egyébként tudjuk, vagy... Nem feltétlenül. Nem? Az a baj, hogy összemosódnak a tünetek. Nagyon sokszor egy lisztérzékeny, egy gluténérzékeny, egy laktózérzékeny azonosak lehetnek a tünetek, és csak a szakorvosi vizsgálatot követően lehet 100%-osan kijelenteni azt, hogy valaki adott esetben gluténérzékeny. És akkor mi legyen a protokoll? Először egy ételintolerancia vizsgálatot végeztessünk, és utána menjünk tovább... Allergia vizsgálatra? Vagy? Hát maga az ételallergia vizsgálata vérből történik elsősorban, és ott már eldől minden. Uh-huh. A továbbiakra csak azért van szükség, mert egy glutén esetén fontos egy biopszia vétel, mert csak mivel ez egy élethosszígtartó diéta, azért nem mondják valakire ki, hogy gluténérzékeny, uh-huh. csak úgy, hanem megvannak azok a fázisok, amiket végig kell csinálni, és amikor kimondták, az sajnos egy visszafordíthatatlan állapot, és egy teljes életmódváltást igényel. Ugye most a múltkor valaki mondta, hogy jó, de most már mindenki gluténmentest vesz, az is, aki a gluténra nem érzékeny. Ugyanakkor hallottam egy pár előadást arra vonatkozólag, hogy gyakorlatilag ugye a bélfal már olyan módon átereszt a rengeteg mindenféle ízfokozó, színező anyag miatt, hogy szinte mindenki gluténérzékenyé válhat. Tehát mi a jó, hogyha eszünk glutént, vagy ha nem eszünk? Én azt javaslom, hogy annak, akinek nincsen gluténérzékenysége, mindent tegyen. Nekem az a mottom, hogy mindent enni kell megfelelő mennyiségben. Aki viszont gluténérzékeny, az nyilván nem eheti, de aki cukorbeteg, annál is egy nagyon-nagyon rossz alternatíva a gluténmentes étkezés, hiszen uh-huh. ezeknek javarészt kukorica és burgonya alapú lisztjei vannak, aminek nagyon magas glikémiás indexe van, nagyon magas szénhidráttartalommal bírnak azok az édesítők, amiket elhelyeznek benne, a cukorbetegnek pont nem jó. Nagyon sokszor beleesek ebbe, hogy hallom, hogy cukorbetegé váltam, akkor holnaptól gluténmentesen eszek, ne tegye. Uh-huh. Csak azt tegye ezt, akinek erre érzékenysége van. Jó, akkor most úgy kérdezek, mintha a nézők is kérdeznének, ugye sok esetben szembesülünk azzal, hogy a cukor az nem biztos, hogy jó, a hiperaktív gyerekeket túlpörgeti, a különböző, sőt, hát egy olyan fajta addikciót okoz, hogy az ember sóvárog a cukros étel után. Mi az, amit javasolsz? Milyen fajta édesítőszert? Sokan kérdezik, hogy és a barna cukor, én úgy gondolom az is cukor, tehát az nem egy alternatíva. Mi az egészséges alternatíva? Pontosan így van. A barna cukor, a gyümölcscukor, a szőlőcukor egyik sem alternatíva. Uh-huh. Ugyanolyan magas glikémiás indexük van, mint egyébként a normál fehér cukornak. A nyírfacukor, a xilit, az eritrit, a stevia, ezek azok, amik kiválthatják a normál cukrot, ezeknek nullás vagy hetes glikémiás indexük van, tehát a cukorbetegek is nyugodtan tudják alkalmazni. És főzésnél is ugyanolyan módon reagálnak? Tehát ugyanúgy lehet velük sütni, főzni, ugyanazt az ízt, ugyanazt az édes ízt tudjuk velük elérni, mint a cukorra? Igen, illetve nem, mert például egy kelt tésztánál azt tudni kell, hogy az élesztő nem fut fel bennük. Neki uh-huh. szüksége van a cukorra, de egy élesztő
felfuttatásához egy kis kanálnyi cukrot meg is eszik az élesztő, amíg végzi a dolgát, tehát nem marad benne effektív az ételben tehát a cukor. Tehát lehet készíteni kertészten? De bármit, ahhoz annyi cukrot kell adni, amennyiben felfut az élesztő, azt követően pedig édesítőszerrel, a xilittel elsősorban, az erítétnek van egy pici csípős utóíze, talán egy picit a steviát is kevesebben szeretik, de a legközkedveltebb az én véleményem szerint az a nyirfacukor, és azt egészen nyugodtan lehet használni. Na ugye egyből jönnek erre azok a reakciók, hogy jó, de hát ezek nagyon drágák. Tehát ezt mi nem tudjuk megfizetni, nem tudom, 2000 forint egy kiló, és akkor sokan azt mondják, hogy akkor inkább köszönöm, nem kérek az egészséges táplálkozásból, ha ez ilyen drága. Nem kell ezt, nem eszik ezt ilyen forrón. Nagyon sokszor hallom, és nagyon sok előadásomon el is mondom, hogy nem kell félni az édesítőszerektől sem. Ha valaki nem tudja megfizetni csak ezt a hagyományos natur pötyögtetős édesítőszert, nyugodtan, mert ma már nincsen aszpartam alapú édesítőszerünk. Egyedül az aszpartam az, ami rákkeltő lehet. Erről is egyébként bizonyított tényként csak állatkísérletekben szólnak. Úgyhogy nem kell megijedni az édesítőszerektől, egészen nyugodtan lehet őket használni. Csak abban az esetben okozna gondot, hogyha naponta 140 darabot ennénk meg, de ez fizikai képtelenség. Úgy gondolom, hogy életmódot akkor kellene váltani, amikor az ember még nem beteg. De sajnos ugye a legtöbben akkor váltanak életmódot, amikor már vannak a tünetek. Hol kell elkezdeni az egészséges életmódra nevelést? Hát mindenképpen gyerekkorban, és nagyon nyitottak rá a gyerekek, én járok óvodába, iskolába is előadást tartani, és azt látom, hogy a gyerekek nagyon nyitottak rá, de otthon is kell a megerősítés. Tehát az én gyerekem azt mondja, hogy holnaptól barna zsömlét szeretnék enni, mert felteszik otthon ezt a kérdést a szülőnek, hogy nem ehetnénk barna zsömlét, akkor ez csak annyi, hogy azt veszem le a polcról, és nem a fehéret. Tehát a teljes kiölésében ott vannak a rostok, nagyon kevés rostot eszünk. Ezért is hoztam, elsősorban ezért is hoztam az útifőmakéjas tésztát, hiszen legalább 30 g rostot kellene együnk naponta, nem tesszük. És ezért nagyon rossz az emésztése mindenkinek, és innen indulnak el a betegségek, hiszen a 70%-a az immunitásunknak a belénkben van. És hogyha az nincsen rendbetéve, akkor az egész nem ért semmit. A halál a belekben lakozik. Pontosan így van. Mondta Hippokratész. Na hát szombaton akkor hány órától hány óráig hallgathatnak téged a kedves nézők? Délután 4 órakor kezdünk. Az én véleményem szerint egy másfél órában megpróbálom összeszedetten elmondani a gondolataimat, aztán szeretnék hagyni egy kis időt a kérdések megválaszolására is. Hát egy olyan 6 óráig tervezem én a magam részéről. Már csak egy kérdés, Judit, mi kerül nálad vasárnap délben a vasárnapi asztalra? Mit főzöl? Biztos, hogy mindenképpen valamilyen tésztaételt is fogok főzni, annak ellenére, hogy gluténmentesen eszünk. Én a csicseri borsó alapú tésztát nagyon szeretem. Elképzelhető, hogy valamilyen spagetti étel. Na hát köszönjük szépen, reméljük, hogy nagyon sok nézőnek nagyon hasznos tippeket adtál, és ezzel az egészségüket is sikerül majd megőrizni. Én meg abban bízom, hogy a hangulatukat is, mert szerintem a boldog és hosszú élet titka egyrészt a jó egészség, másrészt pedig a jó lelki egészség, amihez a derű, a humor egy elengedhetetlen fegyver, és meg emellett szerintem a tájékozódás is fontos, úgyhogy erre vagyunk mi itt a Kölcsei Televízióban a Weekendben. Valamennyi kollégám nevében köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!